Vasárnap a Dorog elleni bajnokin láthatjuk újra a Gyirmót FC Győr csapatát hazai közönség előtt. A sárga-kékek a Vácról szerzett egy pont után ismét 3 pontban bíznak, hogy megtartsák vezető pozíciójukat a labdarúgó MB2-ben. Fegyelmezett játék, az biztos, nem szabad gólt se kapni, ki kell javítani a hibákat, amik most voltak, és itthon kell tartani 3 pontot. A lista vezetőnél visszatérhet a csapatba a leggólerősebb játékos, Nagy Patrik, és most jó teljesítményt mutatnak a kispadról beálló játékosok is rendszeresen. Szepesi László így bátran forgathatja a csapatát, ha az eredmény majd úgy kívánja. Ugye most a Vác az eléggé játszós csapat volt, mi is meglepődtünk az egészen, hogy szépen kihozták a labdát, jó támadásaik voltak, elég kellemetlen csapat volt. Szerintem a Dorog az annyira nem fog játszani, szerintem inkább beállnak majd az elején, és próbálnak majd kontrákra játszani. Nehéz lesz biztos, de remélem, hogy meg tudunk birkózni a feladattal. A játékosok szerint a legfontosabb, hogy ismét helytálljon a védelem, és a helyzet kihasználás folyamatosan javuljon. A Dorog elleni találkozót vasárnap 18 órától kezdik.